életképek egy iskola mindennapjaiból. Gyerekek, tanárok és szülők együtt léptek színpadra a Színes Iskola jótékonysági estjén, hogy bemutassák a közönségnek, köztük szülőknek, rokonoknak, barátoknak és minden kíváncsiskodónak, hogyan telnek a hétköznapok az iskola falain belül. 1993-ban kezdődött meg a tanítás a Színes Iskolában, amelyet Carl Rogers, 20. századi amerikai pszichológus alapelveire, módszereire építettek, amelynek lényege a feltétel nélküli pozitív elfogadás és a személyközpontúság. Itt a gyerekek saját tempójukban haladhatnak a tananyagban, miközben rengeteget beszélgetnek, megismerik egymást, és eközben önmagukról is hitelesebb képet kapnak. A jótékonysági összejövetelt elsősorban a kapcsolatépítés miatt tartották, de természetesen a befolyt bevételt az iskola csinosítására fordítják majd. Egy jótékonysági estet tartunk, megpróbáljuk ezt először az iskola történetében. Ami a műsort illeti, a szeptemberben tartottuk az iskola 20. évfordulós műsorát, ugye ez a 21. tanéve az iskolának, és annak egy fölújítását fogják látni itt a nézők. Azt gondoltuk, hogy talán ez a legméltóbb, a legalkalmasabb arra, hogy ezen alkalommal ezt bemutassuk. Igazából azt lehet mondani, hogy ugye ez szeptemberre elkészült, a színjátszós csoportunk évközben egészen mással foglalkozott, készülnek egy másik darabra is, és azzal foglalkoztak, és az utolsó hónapban vettük elő ezt a darabot, ami izgalmas volt, hogy nagyon szerették ismét, és kifejezetten öröm volt ebben dolgozni, főleg a vége felé, amikor már összeállt teljesen. Azt próbáltuk meg megmutatni, hogy mi az a különlegesség, mi az a sajátosság, amit mi tudunk nyújtani a gyerekeknek, szülőknek. Sok-sok olyan tényleg az életünkből vett kép, szín van a darabban, amely azt hiszem, hogy elég jól megmutatja az iskolát. Természetesen nem lehet mindent látni, közel 30 perces darabban nem tudunk mindent megmutatni, de azt hiszem, hogy amelyek vannak, azok jellemzőek. Megpróbáltuk bevonni a szülőket, tanárokat, gyerekeket. Vannak olyanok, akik nem nálunk kezdik az iskolát, ők tisztában lehetnek azzal, hogy miben más. Ezt meg is szokták fogalmazni, el is szokták mondani, hogy ez teljesen más, hogy ezt itt szeretik, ezt ott nem szerették, hogy mi a különbség a két iskola, a két szemlélet között. Talán azok vannak egy kicsit nagyobb bajban, akik nálunk kezdték, hogyha ez bajnak lehet nevezni, nem gondolom, hogy annak lehetne, de ebből a szempontból talán őnekik nincsen nagyon saját tapasztalatuk arról, hogy milyen lehet máshol, hogy ha esetleg testvéreik nem ide járnak, amit kevésbé szeretünk, de hogyha ők nem ide járnak, akkor onnan lehet, barátoktól, családból lehet ilyeneket tudni azért, hogy mi van másik iskolában, de őket azért ez annyira nem érinti. Nálunk ugye az első legfontosabb dolog az, hogy a szabadságra próbáljuk őket nevelni, hogy mondják el, hogy mit szeretnének, mik a gondjaik, mit akarnak éppen abban a pillanatban, és hát ebből az következik, hogy időnként vannak kellemetlen pillanatok, amikor valaki megígér valamit, és aztán nem úgy van, de nyilván ez egy tanulási folyamat, amikor azt mondom, hogy persze én vagyok a legfontosabb magamnak, amit én szeretnék, de van olyan, amikor megígértem valamit, van, amikor egy egész közösségnek a munkája múlik rajtam, és hogy ez is egy tanulási folyamat, hogy ebben alávetni magam, és azt mondani, hogy jó, én most nem szeretném ezt annyira, de a többiek kedvéért, a csapat kedvéért, az iskola kedvéért, a tanárnő kedvéért, vagy a barátom kedvéért, ezt megcsinálom, és benne leszek. A színdarabban nagyjából 30 fellépő vett részt, köztük tanárok, szülők, de főként diákok. Mindig nagyon izgulok az értékelések felolvasására. Aggódva várom, vajon milyennek láttak engem tanáraim a fél év során? Milyennek látnak ezen keresztül a szüleim? Hogyan fogadják majd? Központi helyen van az osztályban. Fiúknak, lányoknak egyaránt fontos vagyok. De látják rajtam, hogy ez nekem nem elég. Ennél sokkal többre várni. Azt írják, szívszorítom hallgatni számokra, hogyan erről beszélek.
igaz barát volt, akire vágyom, akinek én lennék a legfontosabb a világban. Erre lenne szükségem. Egyre vágyom. Így lennék teljes egész. A legkisebbektől, az óvodásoktól, a szülőkig. Van ennek egy olyan része, illetve három énekes darab, amelyben a kórus is segít, talán akkor még egy kicsivel többen vagyunk, hogyha így nézzük. Vannak, akik azonban csak segítenek, tehát akik nem vesznek részt feltétlenül a darabban, de a nagy gimnazista fiúk, akik kevésbé szoktak már ilyenkor szerepelni, ők is itt vannak, és segítenek mindenben, amiben lehet. A vendégeket igazgatják, adják nekik az információkat, tombolát, stb. A gyerekek próbálják a legtöbbet, ugye ők vannak, nem azért, mert ők a legügyetlenebbek, azt gondolom, hogy egyáltalán nem így van, de az a fontos ebben, hogy az ő munkájukon van az egésznek a gerince, tehát az egész gerincét az ő munkájuk adja ki, és egy-egy jelenetben vannak tanárok, vannak szülők, és nagyon izgalmas volt, hogy szívesen elvállalták azok a szülők, tanárok, akikre az Andrea gondolt, ő a csoportnak a vezetője, szívesen elvállalták, és úgy történt, hogy egy-egy mondat, vagy egy-egy kicsi szöveg van az ő részükre, és megtanulták, bejöttek, és külön-külön kipróbálgattuk ezt. És az volt a nagyon izgalmas, amikor ez összeállt, ez az egész. Mindenki tudja a saját dolgát, és hozzáteszi, ez ebben a szép. Arra gyűjtünk, hogy a két iskola épület egy színű legyen, hogy ez a szép kék-sárga, de nem, hogy beletesszük majd ezt a pénzt, de meg fogjuk csinálni. Tehát sokkal inkább arról van szó, hogy ez egy ilyen csavaros, mert hogy azt írtuk, hogy jótékonyság, és mi jótékonyak vagyunk, adunk egy ilyen remek színdarabot, gyönyörű szendvicsek várnak bennünket az iskolában, fantasztikus tombolatárgyak várnak bennünket, meg árverés, tényleg nagyon komoly tárgyakat teszünk árverésre. Úgyhogy így néz ki a jótékonykodás, hogy kapcsolatban legyünk a szülőkkel. Annyira vágynak rá ők is, meg mi is, hogy kapcsolatban legyünk. Itt van egy csomó gyerek, itt lesz egy csomó gyerek, hogy nagyon fogják szeretni. Remélem legalábbis. Ez egy nagyon komoly műsor lesz, szeretném, hogyha ezt sokan látnák. Az iskola életéről, a gyerek-szülő kapcsolatról, a gyerekek lelkéről, a szülők lelkéről, a tanár-gyerek kapcsolatokról. Ez egy nagyon komoly, ezt mi csináltuk ezt a darabot, tehát ez nem egy megírt darab, ezt az életünkből vettük. Ennek szeptemberben óriási sikere volt, óriási nyomot hagyott az emberekben, sokat beszéltünk róla a gyerekekkel, én pszichológiát tanítok a gyerekeknek, sokat beszéltünk róla, hogy vannak ők itt nálunk, az életükben, ez egy nagyon komoly jó darab lesz. Az a legfontosabb, hogy a gyerekek szabadon legyenek, és vállalják a felelősséget a dolgaikért. Ez nem nagy divat mostanában, valószínűleg nem is lesz a következő néhány száz évben, de mi azt próbáljuk. És itt vannak a gyerekek, rengeteget segítenek, szeretik, kisgyerekek jönnek, azért tartjuk ilyen korán, hogy itt legyenek a kisgyerekek is. Ettől különleges, hogy közösen csináljuk. Nagyon szeretik. Tehát én tanítok a gimnázium pszichológiát, nagyon sokat beszélgetünk, filmeket nézünk, ilyen emblematikus filmeket, amelyekről aztán lehet beszélgetni. Hogy próbálom, hogy ne azt a fölszínt kapargassák, amit az emberek többsége egész életében csak kínlódik, csak szenved, csak zavarodott, nem tudja, hogy legyen. Próbálunk nekik valamit utat mutatni, nem úgy utat mutatni, hanem találják meg a sajátjukat. És ezt nagyon szeretik. Én is jártam iskolába, meg a gyerekeim is jártak iskolába, és ugye azt mondtam, hogy lehet ezt másképp is. És tényleg lehet másképp. Erre most már 1000 bizonyítékunk van. Egyre jobb a hírünk a városban, körülvevő városokban, falvakban. Esztergomból járnak hozzánk gyerekek. Győrből jár egy 11 éves kisfiú naponta vonattal, átszállással, biciklivel. Annyira szeretnek itt lenni, hogy nagyon jó ez, nagyon jó világ. Azt gondolom, hogy másképp élünk, hogy mi fölnőttek a szülők, rengeteget beszélünk a szülőkkel, rengeteget a gyerekekkel, hogy másképp is lehet nézni az életet. Ez a felelősségvállalás, amit az előbb mondtam, hogy nem kívül van a,
magyarázat. Ugye József Attila azt mondja, hogy itt belül a szenvedés, ott kívül a magyarázat. Nem, mi vagyunk az életünk csinálói, és mi vagyunk azok, akik szenvedjük, meg örüljük az életünket. Tavaly végeztem, igazából csak pozitív emlékeim vannak, általános 5-től jártam ide. Hát mindent megkaptam, ami az életben szükséges ahhoz, hogy el tudjak indulni. Hogy kiegyensúlyozott legyek, empátia mindenben, úgy érzem. Sok odafigyelést kaptam, törődést, jó barátok lettünk, azóta is tartjuk többükkel a kapcsolatot. Szuper minden. Én a tőzsdével szeretnék foglalkozni a későbbiekben, de jelenleg még gyógy- és sportmasszőrnek is tanulok, szóval sokféle irányba elindultam, így köszönhetem igazából a tanáraimnak is a bíztatást. Nem szereplek benne, a kis húgom is részt vesz, mert hát kíváncsi vagyok, hogy a iskola mit alkot megint. Igazából mi majdhogy nem magunkat játszottuk, 2 évvel később, és általában délutánonként az iskola színjátszó csoportjával készültünk erre. Tehát mi most második gimisek vagyunk, és negyedik gimis balagókat játszottunk tulajdonképpen. Volt egy próba, amikor tényleg elsírtam magam, mert annyira arra gondoltam, hogy ott vagyok a ballagáson, és vége a sulinak, és mindennek, és már nem fogok találkozni velük olyan sokszor, és akkor ott eltörött a mécses. Kisebbek, nagyobbak, mindenki, olyan vagyunk, mint egy nagy család. Én például gyakran járok át az óvodába, ott is nagyon sok kisgyerekkel jóban vagyok, és... Igen, vannak, hogy átmegyünk az ebédlőben, és útközben letámadnak a kicsik, hogy jó, menjünk játszani. Így utólag azonban úgy látom, hogy ebből is nagyon sokat lehetett tanulni. Én például megtanultam elfogadni azt, hogy nem vagyunk egyformák, és együtt élni a tőlem nagyon különböző társaimmal. Sziasztok! Hát én olvasni fogom, mert hogy biztosan nem sírom el. Most elmesélhetném, hogy milyen volt. Valamint mit jelentettek nekem az itt töltött évek. De minek is, hiszen veletek éltem meg. Veletek töltöttem el, és nem voltatok kevésbé részei, mint én magam. Sokat jelentett nekem, az biztos. Bárcsak minden nyelven el tudnám mondani azt, hogy köszönöm. Köszönöm azt, hogy befogadtatok. A sok-sok türelmet, a szeretetet, és azt, hogyha én fel is adtam, ti nem. Örülök, hogy részei voltatok, és vagytok az életemben. Voltak feszültségek is, mindenki idegeskedett, de voltak nagyon jó pillanatok. Az a lényeg, hogy végül mindig ilyen jó hangulatban telik az utolsó. Igen, a végeredmény. Az előadás az a legjobb. Igen. Jó volt. Te mit játszottál? Én az énekeket nagyjából. Milyen énekek voltak ezek? Volt a Mit tehát nélkül, tehát volt a Faiskola és volt a Dorémi. Könnyű volt nekem nagyon, de nem nagyon volt könnyű, de azért nem volt olyan nehéz se. Milyen érzés volt a nagyobbakkal, szülőkkel és tanárokkal együtt szerepelni? Jó érzés volt. Milyenek a hétköznapok az iskolában? Miket szoktatok csinálni? Szoktunk játszani. Én nagyjából egyedül szoktam lenni, de nem baj. Szeretek egyedül lenni. Játszottam, meg a Kicebe a végetésben, és nekem ez nagyon tetszett. Milyen érzés volt óvodást eljátszani egy kicsit nagyobb létedre? Jó volt. Nagyon sokat kellett rá készülnem, mert nagyon izgultam, hogy mi lesz, mert hogy elfelejtem a szerepemet, vagy nem, meg hogy a szövegem, hogy milyen lesz. De végül is nagyon jó volt. Most a fillereim, amit a sötétben érzek, váljon semmivé minden rém és rémes gondolat. A rossz álmaimtól szeretnék megszabadulni. Ne ébresztenek fel, és ne gyötörjenek meg éjszaka. Nem akarok beteg lenni. A láz, a fájdalom, a szenvedés szálljon el a füsttel. Nem akarok egyedül felelős lenni a rossz dolgokért. Jó lenne azt érezni, hogy nem csak neked kell változtatni.
Ne éreztessék, ne mondják nekem soha többé, ne bántsanak, nem sűnök azért, mert rosszak. Olyan jó, hogy mindezt elmondhatjuk a tanítóinknak. Ír a kis szelánkban lég, bodor füstje felszáll, tavaszodik kék a lég, meleg a napsugár. Mire füstje eloszlik, a hidegtől szép oszlik, egész kitaloszlik. Sikerült. Szerintem eléggé izgultam, de minden úgy lett, ahogy szerettük volna, és szerintem jó volt. Jól éreztem magam. Neked mi volt a szereped a darabban? Hát én csak énekeltem. Miket énekeltél? Miket kellett megtanulni? Hát a faiskolát, a dórémit, meg a mit tehetnék értelet. Milyen érzés volt a kicsikkel és a tanárokkal, illetve a szülőkkel együtt színpadra állni? Jó volt, de ez nem az első alkalom volt, úgyhogy már többször is átéltem, de jó volt egyébként. Jól jövünk, meg a kapcsolat is jó, semmilyen konfliktusban nem szoktam benne lenni, meg úgy az osztályban sem szokott lenni, és jól értem magam. Természetesen a rendezvényen mindenki kivette maga részét a munkából. Több olyan diák is akadt, aki ugyan nem lépett fel a színdarabban, de a vendégségben segítkezett. Az italkiszolgálásban segítek, tombolaárulásban, meg itt az előkészületekben segítettem igazán. Hát a színdarabban nem szerepeltem, de ugye már másodszor láttam, mert ugye az iskola 20. évfordulón is már láthattam. Nagyon tetszett, és örülök, hogy segíthetek az iskolának. Én ugye nem szerepeltem benne, de amit láttam, szerintem ez hiteles, mert ilyen az iskola. Tehát amit lejátszanak a színdarabban, ez van ugye az iskolában is, úgyhogy teljesen hiteles szerintem. Hogyan telik egy napi? Szabadnak érzem magam, tehát jó közösségbe jövök be, jó érzésbe jönni az iskolába, szeretek ide járni. Végül is az órák azok ugyanúgy zajlanak, mint bármelyik másik iskolában, csak hogyha bármi bajunk van, azt akkor el tudjuk mondani egymásnak, meg tudjuk beszélni a tanárokkal, kicsit szabadabban tanulunk, nem nincsenek olyan kötöttségek, nem kell attól félnünk, hogy hú, most ilyen óra lesz, azon feleltetés lesz. Tehát végül is szabadságunk van, és jó minden nap. Én nagyon élveztem, szerintem remek volt, igaz, hogy ugye ezt most másodjára adtuk elő. Az az igazság, hogy én nem vettem részt a felkészítésben, mert én is mint szereplő voltam. Hát két kis óvodásom volt velem, de nem én voltam ennek az irányítója, de nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. Emlékeztek, mi volt az előző dal harmadik sora? Mi együtt, ez a mi! Igen, mi együtt. Mit szoktunk mi együtt csinálni reggelente? Tényleg, idő van, gyertek beszélgetni! Szerintetek mi a legfontosabb dolog a világon? A pénz! Arany! A fény, mert nélkül nem lehet élni. Tényleg, azt is kicsoda. Feleséget vagy világít. És mi az, ami több, mint a fény? A beszélgetés. Tényleg, mert akkor rá figyelnek. És egymásra is. A fő irányvonal ugye a beszélgetés, minden nap megtörténik ez ezekkel a pici gyerekekkel, a 3 évesektől egészen a 6 évesekig odaülnek, körbe rakjuk a székeket, ez fantasztikus, azt gondolom, hogy oda jönnek és ott vannak, és igaz, hogy még a picik nem úgy veszik ki a részüket belőle, mint a 6 évesek, nyilván, tehát ők még ezt szokják, és az a fantasztikus ebben, hogy bele tanulnak, tehát látják, hogy miről szól ez az egész, hogy meg lehet mutatni magunkat, érzelmeket, örömöket, fájdalmakat. Én azt gondolom, hogy abszolút önmagukat adták, tehát hogy olyan természetességgel, hogy az életüket mutatták be, tehát tulajdonképpen nem szerepet játszottak, hanem adták magukat, hát hiszen így történik.
történik minden, ahogy én ezt így láttam, tehát nyilván, hogy ahogy a többiek is, nem tudom. Hát remélem, hogy kívülről is így látszódott, de azt gondolom, hogy magukat adták. Itt kezdtem a pályát. Nagyon örülök, hogy itt vagyok. Ahogy a lányom mondta, van egy gimnazista lányom, tavaly nyilatkozott a tévének, azt mondta, hogy itt találta meg önmagát, hát én ugyanezt elmondhatom magamról, hogy itt találtam meg önmagát. Fantasztikus érzés, többek között azért, mert nagyon sok diák jár ide, nagyon sok szülővel, és nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés az, hogy pont engem választottak ki. A darabban egy olyan anyukát alakítottam, akinek igazából nincs türelme a gyermekére, nem figyel rá, nem figyel oda. Egy negatív szerep volt, de akkor is nagyon jól esett az, hogy föllepettem a gyerekekkel. És ja, én úgy gondolom, hogy nagyon nagy sikere volt, mind a 20. születésnapon, mint most a művelődési házban, amit előadtunk. Én úgy gondolom, hogy igenis meg kell állni, időt kell szakítani a gyermekekre, teljesen mindegy, hogy most éppen az anyának mi az elfoglaltsága, és meg kell hallgatni, hogy ő neki mi a problémája, és nem túl hevesen reagálni mindenre, mert az nem biztos, hogy akkora nagy gond, mint ahogy ezt az anya látta ebbe a darabba. Két nagy kamasz fiam van, mind a ketten ide érnek, és nagyon szeretnek itt. Ők nagyon sok türelmet tanultak itt, ezáltal én is. Mi teljesen más rendszerű iskolából jöttünk, és én úgy gondolom, hogy én többet tanulok tőlük, mint ők tőlem, mert itt az iskolában ők ugye naponta találkoznak ezekkel az életszituációkkal, nyugalomban vannak, tényleg rengeteg türelmet és figyelmet kapnak a tanároktól és egymással a diákoktól is. A nagyobbi gimnazista egy nagyon picit rontott a tavalyi évhez képest, de igazából megtanul tanulni, és majd bepótolja ő ezt. Hát olyan erős átlagos tanulóképességű gyermekek. Nagyon, nagyon aranyosak voltak ebben a darabban, és nagyon sok olyan dolog volt, amit én korábban nem láttam. Volt a nyáron ez a darab, de akkor nem volt alkalma megnézni, csak a végére sikerült ideérnünk. Nagyon szépek voltak. Nagyon jó volt látni, hogy a gyerekek is úgy érzik, hogy jó az az iskola, ahol ők járnak, és jól érzik magukat itt. Nekünk ez egy nagyobbik gyerekünk jár ide, ő első osztályos, de ide járt már óvodába is. És ő nagyon szeret ide járni, nagyon szeret itt ezt a környezetet, meg a tanítókat, az óvodába, az óvónőket nagyon szerettem, mindenki ez nagyon kötődik, és nagyon szereti ezt az iskolát. Meghatározó dolog az volt itt az első osztályban, hogy nagyon vártam már, amikor tényleg elkezdenek tanulni, és kicsit így húzták a tanítók ezt az időt, hogy nem azt mondták, hogy tanulunk, közben rengeteg olyan érdekes dolgokkal foglalkoztak, ami tanulás, csak nem tanulásnak hívják, és emiatt mindenkiben megvolt ez az érzés, hogy akkor szeretnénk már tanulni, mikor kezdünk el végre tanulni, és ajándékként érzik azt, Csenge legalábbis ajándékként érzi azt, amikor kap egy olyan feladatot, amiről ő is azt gondolja, hogy ez most már egy igazi tanulás. Kifejezett számolási feladatokat, meg olvasni. Nagyon gyorsan megtanulta azokat a dolgokat, amik így halmozódtak fel. Nagyon vártam el, hogy mikor tud végre olvasni, és most így nagyon, én azt látom, hogy nagyon gyorsan szedi magára ezeket a dolgokat. A cipőt, tisztaság! Olyan vagy, mint egy malac! Anya, én miért nem csúsztam bele a kocsijába?
Persze, véletlenül. De soha nem figyelsz oda. És hol voltál ilyen sokáig? No, anya, hagyd már békén. Én nem csináltam semmi rosszat. És különben is. De miért nem tudsz olyan lenni, mint a tanító? Te sose leszel olyan. Sziasztok, megjöttem. Szia, anya, hol voltál? Megvoltam a suliban, ma volt szülők iskolája. Ó, szenzációs volt, nagyon jól éreztem magam. És jó volt hallgatni, és így törődel, amit mondtál? Igen, így volt. Nincs kedved bele beszélgetni egy kicsit? De jó, anya, még sose láttalak ilyennek, vagy nagyon régen. Most pont olyan vagy, mint a tanítom. Persze, beszélgessünk. Kiszabább égetés, félelmek, fájdalmak, találkozások, szülők, iskola. A tanulással nincs baj. Jó tanuló. A magatartásával sincs úgy probléma, talán kicsit túlságosan mozgékony a gyerek. Az igazság az, hogy nagyon sok bajunk van vele. Sokat bántják őt az iskolában, és minket is. Már félünk bemenni fogadóórára. Mit fognak megint a fejünkhöz várni? Biztosan nagyon rossz szülők vagyunk. Nagyon elrontottak. Remélem, ide jöhetünk. Befogadnak is. Nyugodj be szülők. Ezt a darabot most már másodszor adjuk elő az iskola 20. évi ünnepségének a keretein belül. Nagyon nagy megtiszteltetés volt egyébként, hogy felkértek. Szükség volt néhány szülőre, és eszükbe jutottam. 3 gyerkőcöm jár most már ide az iskolába. A legkisebbik óvodás, 2 nagyobbik pedig 3. illetve 6. osztályba jár. Úgyhogy idestova 11-2 éve járunk ide most már. Azért mondom, hogy járunk, mert mi is ide járunk, apukák és anyukák, nem csak mint szülők, hanem mint tanulók is. Nagyon komoly út ez, úgy gondolom, aki egy ilyen személyközpontú iskolába kezdi hordani a gyerkőceit és magát, mert hogy a szülők iskolája a rendezvényeken keresztül, rengeteg sok külön szülői beszélgetésen és csoporton keresztül mi is nagyon sokat mutatunk meg magunkból. Azt hiszem, hogy sokkal többet, mint az életben, a hétköznapokban. És ez nagyon nagy kihívás. Gyerek neveléséhez direkte nem tudom, hogy hozzájárul-e.
ahhoz hozzájárul mindenképpen, hogy én képes legyek nevelgetni őket, képes legyek támogatni őket, azáltal, hogy magamat sokkal jobban megismerem ennyi sok év alatt, ahogy említettem, a sok itt kapott segítség, beszélgetés és egyéb támogatás során. Mindenképpen hozzájárul ahhoz, hogy erősebb legyek abban, ami én vagyok. Hogyha ez rossz kedv, hogyha ez idegesség, hogyha ez harag, akkor abban, de utána az azt követő beszélgetésekben és egyensúly visszanyerésében is. Tehát azt hiszem, hogy a saját magam megismeréséhez, elviseléséhez járul hozzá leginkább. És ebből aztán az következik, hogy sokkal jobb a kapcsolatom velük, azt hiszem. Sokkal valódibb. Fentek, lentek, minden benne. A legkisebbik csak a végén a meghajlásra és az énekre szaladt föl a színpadra. A másik kettőnek komoly szerepe volt, így van. Úgy látom, hogy ők is nagyon szívesen megmutatják magukat, annak ellenére, hogy a legnagyobbik, aki most hatodikos, az óvodában 3 év alatt nem volt hajlandó a torna foglalkozáson sem beállni. Ott ült a kispadon, illetve semmilyen játékban, szereplésben nem vett részt. És most pedig azt látom, hogy annyira kinyílt, hogy nem okoz neki problémát a színpad, és éneklés, és énekkar, és semmi ilyen szereplés, megmérettetés. Én azt gondolom, hogy ez egy következő kapcsolódási pont. Nagyon izgalmas dolog ez, amikor nem csak mint anyuka, operatív személyzet, vagy egyéb veszel részt az életükben, hanem úgymond társként, ebben az esetben színpadtársként egy darabban, és szerintem az is fontos, hogy azt látják, hogy nem okoz nekem sem problémát, mondjuk ezt az oldalamat is megmutatni, megméretni magam mindenki előtt. Thank you.